Köszöntöm kedves nézőinket! A mindössze 15 esztendős Udvardi Panna számos sikert ért el az elmúlt évek során a tenisz világában. Beszélgetni fogunk a múltról, a jelenről és a jövőjéről, mind Pannáról, mind pedig Márk Tibor edzővel. Köszöntöm Önöket! Szervusz Panna! Hogy is kezdődött Panna mindez? Mióta teniszezel és miért pont ezt a sportágot választottad annak idején? 10 évvel ezelőtt Balatonbogláron nyílt egy teniszcentrum, és a szüleim szerették volna, hogy sportoljak valamit, úgyhogy elkezdtem teniszezni. Tehát ha jól számolok, bár matematika soha nem volt az erősségem, mindössze 5 esztendős volt, amikor először teniszütőt fogtál a kezedben? Igen. És miért pont a teniszt választottad? Hiszen ugye számos sportág közül lehetne választani, gondolok itt kézilabda, bár mondjuk a hölgyekre nem annyira érvényes a labdarúgás, de akár a kosárlabda. Miért pont a teniszt választottad? Nekem ez a sportág tetszett meg a legjobban. De volt valami különleges oka? Szülők biztatására kezdted el egyébként a teniszt? Hát vagy? A bátyáim is elkezdték a teniszt, és akkor együtt jártunk így edzésekre. Egyébként Tibor, 5 évesen illő már elkezdeni a teniszt, vagy ez még meglehetősen korainak számít? Nem, tulajdonképpen nem, hogyha a tenisz az úgy van oktatva, illetve úgy szerepel a gyermek életében, mint egy játék. Tehát elsősorban az a fontos, hogy játékként élje meg ezeket az úgymond edzéseket. És te annak idején először még játékként élted meg? Hogy érzed? Hát igen, mert nem arról szólt, hogy jó, akkor most dolgozni kell, hanem játékosan volt bevezetve az egész. Mikor kezdted el úgy érezni, hogy igenis ez a tenisz számodra nagyon fontossá válik? Hány éves lehettél ekkor? Hát, amikor olyan versenyszerűek kezdted elűzni ezt a sportágat? 10 éves lehettem. Tehát körülbelül egy olyan 5 évvel ezelőtt, ugye? Igen. És hogyan emlékszel vissza azokra az időkre? Hát, nagyon bíztam magamban, nagyon szerettem volna profi játékos lenni, úgy, ahogy most is. És remélem meg is valósul. Igen. Én ugye bevezetőben említettem, hogy az elmúlt évek során számos sikert értél el, néhány kupát itt el is hoztatok. Melyikre vagy a legbüszkébb az eddigi eredményeidre? Hát én úgy gondolom, hogy a legjobb eredményem az Olaszországban volt a Masters-en, ott a Európában a 4. legjobb lettem. Ez, ha jól tudom, idén volt, ugye? Igen, idén. Ez mikor is volt egészen pontosan? 1 hónappal ezelőtt körülbelül. És ez egy nemzetközi verseny volt, itt hányan vettetek részt? Európa legjobb 8 játékosa vett részt ezen. Számítottál egyébként ilyen kimagasló eredményre? 6.-ként kerültem be a versenyre, úgyhogy nagyon örültem ennek a 4. helyezésnek. Tibor, ön mennyire volt elégedett tanítványával? Abszolút, abszolút. Tehát ez, hogy Panna egyáltalán fölkvalifikálta magát erre a Masters-re, ez egy nagyon szép menetelés, amit utóbbi 3 hónap nagyon sikeres versenyzése tette lehetővé egyáltalán, hogy a Masters-en részt vegyen. Számított egyébként ön is ilyen kiugró eredményre? Valahol azért benne volt, mert Panna nagyon szépen dolgozik most már hosszú ideje, 3 éve dolgozunk mi együtt. Úgyhogy ez benne volt a pakliba, ahogy szokták mondani. Miből áll egy felkészülés? Mondjuk egy szürke, idézőjelben szürke hétköznapodat meséld el a nézők számára, meg hát persze nekem is. Hát korán reggel kelés, egyből utazok föl Pestre, ott van egy 1,5 órás különedzésem. Utána... Ez a különedzés, bocsáss meg, hogy szabad vártam, mit akar? Tehát, hogy ez mit tartalmaz? Ez edzővel, én meg az edző, utána a pihenés, utána még 1,5 órás edzés, és este 1 óra kondi edzés. Ez a 1,5 órás edzés, 2x1,5 óra, hogyha ez egy eléggé megerőltető egy fiatal lány számára, én úgy gondolom. Igen, mert tulajdonképpen itt technikai elemekről is szó van, itt csiszoljuk, tehát az egyéni edzéseken nagyon sok ismétlés számmal, végül is úgymond tökéletesíteni kell a adott technikai elemeket. Igen, nem egy egyszerű, de Panna jól bírja. Panna említette, hogy a nap a kondi edzéssel zárul. Ez mit tartalmaz? Kemény futásokat, vagy egészen másról van itt szó? Is, tehát attól függ, hogy milyen fázisban van a felkészülés. Nyilván egy állóképesség is ugyanolyan fontos, mint egy gyorsaság, robbanékonyság. Mindig attól függ, hogy tulajdonképpen milyen periódusban vagyunk. Ugye azt beszéltük, hogy Panna 5 éves korában kezdte el a teniszezést, mégis hány éves kortól ajánlja ön a teniszt a fiatalok számára? Mikortól lehet úgy észrevenni egy fiatalban, hogy igen, ebben a fiúban vagy lányban nagyon nagy tehetség van? Lényegében elég korán már ez észrevehető.
ha jó a gömbérzéke, tehát egy gyakorlott szem tulajdonképpen gyorsan ki tudja szűrni az ügyes kisrácot. Említetted ugye, hogy Olaszországban egy nemzetközi sikert értél el, viszont gondolom, hogy nem csak nemzetközi vizeken értél el komoly sikereket, hanem Magyarországon is. Melyik az a hazai verseny, amire legbüszkébb vagy? Magyarországon a vidékbajnokság. Vidékbajnok lettem 3 évvel ezelőtt. Ez hol volt pontosan? Ez Szentesen. Uh-huh. És számítottál akkor is 3 évvel ezelőtt ilyen kiváló eredményre, vagy ott is úgy indultál, hogy hát idézőjelben lesz, ami lesz? Hát ott is nagyon reménykedtem benne, hogy megnyerem. Hát nehéz volt, de sikerült. Uh-huh. Ugye itt most elhoztatok 3, 4, 5 serleget, kupát, érmet. Eddig hány kupád van? Hány érmed egyáltalán? Lehet ezt számolni? Hát éremben rengeteg van, azt nem tudom pontosan, hogy mennyi, de kupámból 116. És azt hány év alatt gyűjtötted össze? 116-ot? Körülbelül 5 év alatt? Hát, nagyjából. Öt, igen. Uh-huh. Hol tartod őket? Van ennek egy külön erekje, lassan egy külön lakás kell nyitni ehhez? Hát van egy külön polcom, igen, ahol ezeket tartom. És hogy még ugye még jó néhány év áll előtted, hiszen még meglehetősen fiatal, vagy mik a jövőbeni terveid, mit szeretnél megvalósítani a teniszben? Hát világbajnok szeretnék lenni, ez a cél. Na hát ez egy végül is egy teljes mértékben azonosulok vele, de gondolom, hogy ön is azonosul ezzel. Mennyire tehetséges, Panna? Milyen jövő előtt állhat ő? Szerintem tehetséges, Panna, és sok munkával szép jövő vár rá, biztos vagyok benne. Uh-huh. Ugye Magyarországon, én legalábbis, mint Lajos is úgy gondolom, hogy az elmúlt 4-5 évben lehet azt mondani, hogy a tenisz úgy elindult felfele, de lehet, hogy rosszul gondolom, akkor javítson ki. Ön is egyetért ezzel, illetve azzal, hogy egyre népszerűbbé válik hazánkban a tenisz? Igen, igen, ez így van. Uh-huh. Jó irányt vett a, tulajdonképpen most a főleg ez a junior korosztály jól szerepel. A feltételek, a körülmények mennyire adottak Pannának ahhoz, hogy eredményesen szerepeljen? Megteszünk mindent, ugye, hogy ez minél jobb legyen. Nyilván ahhoz, hogy még több és még szebb sikerek legyenek, biztosítani kell a feltételeket, amit a Magyar Tenisz Szövetség most ettől az évtől nagyon komolyan tesz is. Ugye említettük ezt az olaszországi tornát, amelyre néhány héttel ezelőtt került sor. Ebben az évben még milyen sikereket értél el, hogyha vissza lehet egy kicsikét tekerni a bizonyos időkerekét? Hát nyáron kezdtem most a versenyzést, 8 versenyen indultam egészen a Mastersig összesen, és 8-ból 4-et sikerült megnyernem, voltam Albániában, Görögországban és Spanyolországban. Hát azért akkor szépen bejárod így az országokat. Nem annyira teniszre való a kérdésem, hogy ezen országok közül melyik tetszett a legjobban? Próbáltál-e kikapcsolódni, mennyi szabad időt jutott erre a teniszen kívül, hogy megtekintsd az országokat? Hát próbáltunk szabad időt fektetni rá, de hát igazából Albánia tetszett a legjobban. És miért pont Albánia? Mert ugye az ember úgy kicsikét úgy megrökönyörik, hiszen ugye jártál Olaszországban is. Miért pont Albánia? Igen. Nyerte meg a tetszésedet? Hát Albánia volt a legérdekesebb mindenből, mindenfajta ember, és nagyon szép volt. Kiknek szeretnék köszönetet mondani, nyilván az edződön kívül, de kik azok az emberek, akiknek úgy gondolt, hogy mindenképpen hálás vagy és köszönet illeti, hiszen nyilván, hogy nélkülük ezek az eredmények nem valósultak volna meg? Hát szeretném megköszönni a szüleimnek, akik az első támogatóim, és az összes ember, aki szurkol nekem, és az egész családomnak. Az iskola egyébként azzal hogy állsz? Hiszen ugye említett, hogy te korán kelsz, mész föl Pestre, hol tanulsz, hol szeretnéd folytatni tovább a tanulást? Székesfehérvári gimnáziumban tanulok, magántanulóként. Fél évenként teszek vizsgát, és a későbbieket nem tudom, hogy lesz. Valami, ami úgy konkrétan érdekel a teniszen kívül? Egyelőre még nem, persze. Ha jól látom, most a magyar válogatott mezét viseled? Igen. Mit lehet erről tudni? Hogy miért van rajtad? Hát... Én sejtem, csak hogy a nézők számára is, akik előtt nem annyira ismert. Tehát, hogy gondolom, hogy a magyar válogatottban is részt veszel. Milyen eredményeket értél el ott? Hát ugye Magyarországon a ranglistán az első
négybe vagyok, és ugye az első négy a magyar válogatott. Hát ezért nem véletlenül kezdtem, mert erre büszkének kell lenni. Igen. És egyébként a magyar válogatott, Panna még a junior kategóriába tartozik? Igen, a teniszben, tehát 12, 14, 16, 18 év alatti ugye, kategóriák vannak, igen. Tehát a 16 év alatti Panna még. Igen, igen. A magyar válogatott milyen sikereket ért el az elmúlt évek során? Itt is látható egyfajta fejlődés? Igen, mindenféleképpen. Tehát a junior vonalon 14 év alatt, 16 év alatti korosztályban kiemelkedő eredményeket értek el a magyar játékosok. Ugye szokták mondani, hogy a tenisz az egy meglehetősen költséges sportág. Ön is egyetért ezzel? Igen, ez így igaz. Uh-huh. Ez így igaz. Miért? Hiszen ugye egy laikus úgy gondolná, hogy kell hozzá egy labda, egy ütő, hát fölveszek valami ruhát, de hát azért gondolom, hogy nem csak erről van szó. Minden, igen, az első nekifutásra így tűnik, de ugyanakkor itt van a rengeteg utazás, ugye a nemzetközi megmérettetések nélkül tulajdonképpen nehéz a fejlődést elképzelni, úgyhogy ezek az utazások, főleg a repülőutak a hosszabb utazások, tehát igen, csak sok pénzbe kerülnek, úgyhogy, de lényegében a világban a teniszsport az egy nagyon elfogadott, nagyon populáris, és nyilván, tehát mindenki szeretne a fiatal játékosok közül is híres lenni, jó teniszező lenni, és hát ez így van rendjén. Van egyébként példaképed, akire úgy felnézel? Roger Federer, igen. Uh-huh. Hát ő egy férfi. És a hölgyek között esetleg? A hölgyek közül Anna Ivanovics. Uh-huh. És a magyar hölgyek közül, gondolok itt Szávaira mondjuk esetleg? Szávait is nagyon szeretem, uh-huh. Igen. Nem véletlenül kérdeztem, hiszen ha jól tudom, Szávai Ágnesnek ön is az edzője volt annak idején, ugye? Igen, igen. Uh-huh. Ha össze lehetne Pannát és Ágnest vetni, egyetlen össze lehet-e, kérdezem én? Ez mindig nehéz, egyéni sportról van szó, de nyilván Ági az Ági, a Panna az Panna, de legyen olyan sikeres. Miben Panna erősebb kívánom. Véleménye szerint Panna Ágnes, az akkori Ágneshez képest? Tehát én úgy kérdezem. Szerintem jó úton van. Uh-huh. Az, tehát a Panna is, hogy olyan sikerek felé evezzen, mint amit az Ágnes. Lassan belekanyarodunk a télbe, hiszen most már ugye november van. Milyen versenyek várnak még rád idén? Egyáltalán lesznek-e még versenyek? Hát most két hónap felkészülés, és utána majd januárban elkezdem megint a versenyzést. Ez a felkészülés, ez mit tartalmaz? Komoly csak és kizárólag edzések, vagy azért lesznek edzőmérkőzések is? Hát szerintem erről Tibort kéne megkérdezni. Akkor megkérdezzük az illetékest. Igen. Elsősorban fizikális felkészülés ez a két hónap, amiről kiemelten szólni fog a munkánk. És tulajdonképpen összeállítjuk a tavaszra majd a versenynaptárt, ami tartalmaz 16 éves nemzetközi versenyeket és hazai versenyeket, és 18 éves év alatti nemzetközi versenyeket is. Milyen eredményeket vár el Pannától a jövő évben? Tulajdonképpen az eredmények elsősorban előbb-utóbb felszínre fognak jönni. Itt a munkán van a lényeg, hogyha egy tervszerű munka van, akkor mindenféleképpen az eredmények se fognak elmaradni. Te mivel lennél elégedett? Mit kívánsz magadnak a jövő évre? Hát, ez legyen a jövője, nem tudom. Az a jövő titka legyen, igen. Ugye? Jó. 18-ba fogok indulni jövőre legtöbbet. Tehát a 18 éves korosztályban, igen. 15 éves korod létedre. Ezért az úgy gondolom, hogy ez egy példaértékű dolog. Van még Magyarországon olyan tehetséges versenyző, mint például Panna, aki ugye 15 éves kora létére 18 éves korosztályban indul? Igen, igen, erős ez a korosztály, erős mind fiú, mind lány vonalon, úgyhogy mindenféleképpen, tehát én szerintem a junior, magyar junior játékosoktól joggal várhatjuk el, hogy szép eredményeket hozzanak a jövőben. Ez egy kimagasló korosztály egyébként, és hogyha valóban kimagasló korosztályról beszélünk, akkor minek köszönhető ez, hogy itt most ennyi tehetség bontogatja a szárnyait? Igen, ez egy kiemelkedő korosztály, ez így igaz. Valahogy így álltak a csillagok, hogy és nyilván tehát mindegyik játékos elvégezte azt a munkát, ami nélkül nem lehet ide eljutni. Gondolok itt edzőre, szülőkre, tehát és magukra játékosokra, nyilván ők vannak a pályán, és ők játsszák a meccset.
Ugye a teniszt te játszani szoktad, én mondjuk nézni, mert játszani nem igazán tudok, sőt egyáltalán nem tudok, de mennyire szoktad nézni, és hogyha szoktad nézni a teniszt, hogy abból mennyit tudsz tanulni? Hát nagyon sokat lehet belőle tanulni. Uh-huh. A Grand Slameket, versenyeket rendszeresen szoktam nézni. Uh-huh. Melyik az a pálya, ahova szívesen eljutnál, esetleg Wimbledon, vagy Párizs, nem tudom, hogy melyik az a verseny, ahova azt mondanád, egy nemzetközi verseny, hogy igen, ott szeretném egyszer megmérettetni magamat? Hát az Ausztrál verseny, az Australian Open. Egyiket sem mondtam, akkor pont ráhibáztam, tehát az Ausztrál. És miért pont az? Hát nagyon szeretem a kemény pályát, uh-huh. és érdekes hely. Lehet meg hát gondolom azért az egy érdekes ország is, igen. mert ugye említetted, hogy Albánia is mennyire tetszett. Igen. Hát Panna, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és önnek is köszönöm szépen, Tibor, hogy itt volt, és további sok sikert kívánok neked is, illetve Tibornak is, hogy minél több utánpótláskorú játékos neveljen ki. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen.